Na csácsumi, sziasztok gyerekek, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő Rising World Race-el, de igazából úgy gondoltam, hogy újra szeretném kezdeni ezt a játékot, mert rengeteget barangoltunk az legelején, és nagyon sok holt idő volt abban a részben, és ráadásul össze-vissza csavarogtunk, aminek hátul ütője az lehet, hogy ugye meghalunk véletlenül valaha is a játékban, akkor ugye a spawn pontra fog minket visszarakni, és azt nem nagyon örülnék neki olyan szempontból, hogy amíg nincs térképed, nincs iránytőd, nem is nagyon fogsz visszatalálni oda, ahova kell. Ellene. Tehát felépítünk egy baromi nagy birodalmat, és mi úgy bukjuk el, mint a annak a rendje és módja, amivel nem fogunk visszatalálni oda. Szóval teljesen semmilyen támpontot nem fog nyújtani számodra az, hogy oda visszakerülsz. Kezdjük újra, gyerekek, és New World-ot fogunk létrehozni, és akkor nyomjunk egy-két random generálást, és akkor lehet, hogy New World-et fogjuk hagyni. A World Type ugye normál lesz, orok legyenek, Highgon, legyenek dungeonök, enemies legyenek bekapcsolva, ja nem, vegetáció legyen bekapcsolva, és Starting Biome, egyébként nagyon érdekelne engem a havas biome, nem mondom, hogy szinte az olyan kis kellemes lehet, bár ott lehet, hogy nincsenek nagyon, legyen a default, maradjunk a defaultnál, animalek legyenek, water legyen, dungeonok legyenek, és enemik is legyenek. És megcsináljuk a feladatot, és egyből nekiállunk craftolni, letelepedni. Nagyon sok tippet kaptam egyébként olyan játékosoktól, akik nagyon gyakorlottak. Például, hogy kell az i-hoz csinálnom nekem. Minek nevezéket? Húr kell. Forral kell ahhoz gyakorlatilag, amit ezelőtt nem tudtam, hogy kell feltörni a dinnyét. Nagyon sokat segítettetek, és tényleg az le... Azt hittem, hogy ott van egy dungeon, gyerekek, mint hogyha az lett volna. Figyeljetek, mindenképpen szerünk össze mindent, és egyből egy letelepedéssel fogunk nyitni. Akármi is, azt hittem ennek, hogy egy dungeon, de valószínű, hogy itt van egy cave, ami jó nekünk. Ez mi? Alma? Azt hittem narancs. Van olyan, hogy narancsfa. Körülnézünk nagyon gyorsan. Mármint ilyen... ugye itt spawnoltunk. Ez fontos, és valószínű, hogy le is fogok telepedni itt a környéken, én úgy gondolom. Erdő nem tudom, hogy merre lehet, de tényleg az a lényeg, hogy szerintem mindenképpen egy letelepedéssel fogunk nyitni. Itt azért felmászok erre az egyre, hogy lássam, hogy mégis hogy nagyjából mi van itt. Szerintem tök jó. Szerintem nem is nagyon fogok mászkálni. Itt fogunk letelepedni ennek a hegynek a tövében. Mondjuk így. Itt ez elég egyenes is ugye ez a rész. Itt ennek a hegynek a tövében. Ide tudunk is esetleg befelásni, úgy van. Jó gyerekek, akkor mindenképpen az lesz, hogy ugye craftolni kellene. Először is például egy sheltert magamnak, megrárásul. Vágjunk ide egy fát. Mert az nekünk jó lesz, ugye? Remélem, hogy egyébként dungeonöket találunk a környéken. Okay. Ebben a fűbe talán még meg is látjuk a fákat, hogyha majd ezt kivágom. Remélem, hogy ebből lesz bőven rönk. Ugye kellene nekem nagyon sok log, nagyon sok log. Majd jó, ebben a fűbe meglátni. És az a durva, hogy letaposod a füvet és úgy marad. Nézd már meg. Ez mi? Ó, és sapling. A saplinget is kaptunk belőle. Ugye ilyen... Vagyik a saplinget? Ilyen... Hú, basszus, mi az? Ilyen gajak, vagy hogy nem egyik, ilyen bazolt. Bazoltféle valami csodát kaptuk belőle, gyerekek. Okay, ezt is kiszedtük. Ezek a fák, ezek gondolom annyira nem fontosak nekem itt. Tehát ezek nem ilyen termőfák. Mármint... Ugye ezek nem a fenyők, de nem termelnek semmit, úgy értem. Nehogy almafát vágjak ki, ami mit tudom én, teremne nekem almát néha napján. Azért azt nem kellene. Nem tudom, hogy a fák között van-e megkülönböztetés, hogy mit tudom én, milyen rönköt ad, hogy csak mondjuk sapling, az hol van? Itt kéne lenni. Ott van a sapling, hol van. És ezt is tudjuk, oké. Okay. Ja, itt kicsapjuk a fákat, mindenképpen elkezdünk építkezni kapásból a legelején. Haladósra csináljuk, mert igazából, hogy csak itt nézelődünk, azzal sokra nem megyünk. Meg igazából hiába keresem én a dungeon-t, lehet, hogy pont ott van mellettem, ha egyszer nem látom, meg nem tudom, lehet, hogy arra van 2 méter egy dungeon, de hogyha elindulok arra keresni, akkor lehet, hogy nem fogom megtalálni. Nem biztos, hogy nagy értelme van aznek a folyamatos, így megyek neki a nagyvilágnak dolognak, inkább azt csináljuk, hogy letelepedünk, főleg abból a szempontból is, ahogy mondtam, Sanyinek a parja. Jajaj.
Nem tudom, hogy ez sebez? Nem, remélem, hogy nem sebez. Régen játszottunk ezzel a játékkal, az nagyon régen volt. Ez ilyen sok-sok évvel ezelőtt. Oké, és a sapling rész. Azt nem tudom, az hova. Nem tudom, hova esett. Egyáltalán ennek volt. Biztos volt. És annyinek a parj. Jó, ezt kicsapom. Aztán itt le is telepedünk gyorsan. Bár, megmondom őszintén, kalandoznék itt nagyon szívesen, de nem félek tőle, hogy nem találunk jobb helyet, érted? Ez így egész jónak tűnik, nem? Ennek az dobnak így a tövébe. Várjál, hát jó van, egy picit néz előrök erre. Itt, arra milyen bajom van. Jó, visszajövünk ide, nagyon gyorsan, csak körülnézek, hogy esetleg nincsen valami érdekesebb, de szerintem lehet, hogy nem lesz. Erdő az viszont nem ártana, hogy le lenne, ez kiszed, nem lesz szedhető. Leütöttem mind a szaros szart. Szaros szart. Jó, nem megyünk el. Nem kezdek el vándorolni szerintem. Talán nem kellene. Arra a hegyre még fölmegyek, gyerekek, körülnézünk. Csak annyi, amiatt, meg amúgy közben jó lesz, hogyha tudok szeregetni alkotó elemeket, főleg ami hasznos, úgyhogy az nem árt. Úgyhogy itt közben gyors, ez mi a szar? Ezt így nagyon lehet ütni maximum, annyit tudok vele csinálni. Gyapot az jó jönne. Újra nőnek a dolgok? Valószínű, hogy újra nőnek. Ugye, hogy már megint ez a másik fajta, fű, virágos, azt a betyár gyerekek. Itt egy kecó. Dick. Csak itt lehet, hogy van enemy, nem? Ezt még annyira nem probléma, meghalok. Na bassza, itt még nem... Ne, ez mazlinak mondható, hogy van itt egy kecó. És mit tudok ezzel csinálni? Egyáltalán van értelme? Figyelj. Lehet, hogy itt akkor érdemesebb letelepednem, hogyha már van egy ilyen félig viskószerű. Oda van be egy szék. Lehet, hogy van loot, nem? Ellenfelet nem látok, Sanyi meg ás, mint az őrült. Itt a bejárata. Ebből nem tudok valamit csinálni. Oda néz, koponyadik. Ebből szerintem semmi nem jön. De nem is lehet loot. Le tudok ülni, bazzel. Ne szórakozzál. Leültem, hallod? Semmi nincs itt. Ezeket a deszkákat lehet, ki lehet ütni, vagy... Aha. Jó, lehet, hogy itt fogunk éderezni, nem? Hát akkor már itt a kecóba, bázzel. Ne szórakozzál. És annyi meg közben sipoltat minden, csak itt van egy kis ide is, forrás is. Ugye. És akkor miért ne? Nem sok fa van itt, nem vagyok kibékülve. Azzal nem vagyok kibékülve, nem sok fa van, viszont tényleg van ilyen alapja, ez tök jó. Meg ugye egyenes, hogyha ezt elbontanám, akkor ide építkezni tök. Na figyelj, ez jobb, mint a semmi, nem? Itt egy kicsit rendet kéne rakni. Ebből valamit kinyerünk? Hogyha szétverem? Ebből ad valamit? Nem hiszem, hogy ad, ez csak ilyen eltüntetem a francba, ugye? A széket meghagyjuk, egy kicsit rendet rakunk. Fűjet nem tudom lenyírni, vagy valami? Jó, a széket is szerintem. Nem, azt megvágyjuk. Jó, itt figyelj, itt akkor van egy kis alapja. Nem a fűbe építkezek, úgyhogy ez nem lesz rossz. Van egy ilyen viskó. Ami nem tudom, hát nem dungeonnek minősülő tárgy lehet, gondolom. Ezt szét tudom verni. Ez nagyon nem akarózik. Jó, akkor ott rohadjál meg. Akkor várjátok, akkor már neki is állunk craftolni, de... Small Shelter, Fireplace... Pia, Small Shelter, az csak aludni jó, ugye? Fireplace... ezeket tudjuk. Jó. Akkor... lehet, hogy inkább izét kellene. Crafting Station-eket, Workbench-et, meg ezt. Ehhez viszont kell Lumber. 16. Mindenképp ugye a... ezt mindenképp Lumber-re érdemes megcsinálni. Ez tök jó, hogy nem tart ideig, ennek nagyon tudok örülni. És akkor csináljunk egy workbench-et, és akkor azt le is rakjuk. Ezt nem kell ide nekünk. Ezt le is rakjuk. Várjál, hogy forgott? Így forgott. Így. Ezt le is... Ó, de jó, és a falhoz igazít, lehet igazítani, tök jó. Ez adja, ez tetszik. Jó, akkor itt a workbench-em. És itt akkor elvileg lehet, hogy már jobb ágyat is lehet csinálni, tudok aludni, nem? Mert igen, ja nem, a bútorokat az külön tudod csinálni, ugye, mert ilyenkor tudsz már csinálni nem túlszokat, hanem különböző más crafting stationokat például
Block Blanchard, és ezt a fűrész cuccot, és ugye tudsz ilyen fűrész bakot is csinálni. Úgyhogy ezt is ide például lerakhatjuk. És akkor tudunk már, ott viszont várjál már, ott van egy izé. Van egy ilyen. Erre figyelj, erre csinálok egy ajtót. Igaz, hogy egy kicsit olyan, de szerintem nem tud bejönni semmi. Úgyhogy egy ilyen tudok éderezni, na? Ez tök jó. Na, erre gondoltam, hogy ezt meg ide berakjuk. Valahol ide. Ott is van egy ilyen szar, várjál, ezeket el kell tüntetnem, mert nem akarom, hogy belelógjon. Azaz, azaz gyerekek, ugye? Akkor ezt meg ide berakjuk. És ugye itt meg tudok ilyen fa dolgokat, gondolom bútorokat, meg ilyeneket, vagy ilyesmi, nem? Wood plank, ezt meg is tudnám erősíteni, meg tudnám ezt a házat csinálni magamnak jobban. Úristen, itt ablakok, ágyak. Ez kell egy csomó minden egyébként látom. Még vaságy, emeletes ágyat is lehet. Na itt minden, táblákat, ugye borzalmasan sok dolgot lehet csinálni. Itt, ja, de viszont ez tök jó nekem, nagyon tetszik, hogy itt el tudok éderezgetni. De tovább kellene. Pucolnám ezt a területet. És lehet, hogy kell egy shelter csinálnom. Nem tudom, hogy kell elbontani a dolgokat, gondolom szét tudom belni. Egy shelter lehet, hogy amiben tudok aludni, hogy éjszaka. De figyeljetek, nem lenne muszáj nekem aludni éjszaka. Vagy éjszaka van esélyre, hogy megtámadnak? Figyeljetek, egy dort nem tudok csinálni? Jaj, ne, majdnem odavertem neki. Ajtók, vagy valami doors. Itt van a doors. Itt van egy wooden door. És lumber kell hozzá. Oda nézzük, ilyen gyönyörű ajtók. Meg ide jó, ilyen, figyelj, izét is tudsz hallod. Egy ilyen old, úgyhogy lumbert kellene még, vagy kellene még csinálnom. Azt hiszem, hogy mennyi van, 8 darab. Vágjunk ki fát. Ezt ki is csapom innen. Igazából nem, az a baj, ezen a környéken úgy látom, nem sok fa van. Csinálunk egy ajtót erre, nem tudom, hogy az megvéde az ellen, hogy betámadnak, vagy bejöhetnek. Nem tudom, szét tudják-e a blokkokat ütni, úgyhogy ez egy fontos kérdés lesz, de... Hú, ez nagyon... Megmondom őszintén, engem ez érdekel ez a játék. Abban az leginkább azért, mert rohadt... Lenyomja a füvet a dolgok, tök jó. Tök jó összetett. Imádom, amikor ilyen nagyon bonyolult kraftolási metódusok vannak egy játékban, hogy itt tudom én... Asztalos, asztalt kell csinálnod. És igazából ez tök jó, ez tetszik, tök jó. Na, akkor ezért kell, alapanyagot kell craftolnunk, ugye? Lumber, max, craft. És 20-at ad ugye, úgyhogy ebből ilyenkor lett belőle, ilyen 28-unk, 20-at ad, ugye? És akkor megint le is craftoljuk. És akkor ezt nem tudom, hogy kell illeszteni. Na, mindjárt megnézzük. Ó, de jó, figyeld, és be lehet frankon illeszteni oda. Várjál. Nem tudom, hogy valahogy így, nem? Mindjárt meglátjuk. Van ajtaja. Van ajtaja a kecónak. És az hogy kell? Á, de jó, kifele illik. Jó van, figyeljetek. Mert itt lakunk, ez az a ház. Nincs luxus, kevés a kényelem. Itt, ja, ezeket ki kéne csapkodni innen. Kellene csinálnom fákját, és fel kellene raknom a falakra, és kapásból akkor így ki lehetne világítani. Egyébként a padlót fel tudnám törni, és kicserélni másfajta kőre, akkor már kapásból nem nőne itt föl a fű, ami elég csúnya. Majd mindjárt megnézzük. Kellene csinálni blockbenchet, és akkor tudnák padlót cserélni, nem? Vannak itt ilyenkor. Itt valaki lakott. Itt ilyen csontok. Tök jó, van ilyen civilizált maradványok itt erre-arra. Ilyen, itt ezeket mindent ki fogom csapkodni. Nem ad semmit, viszont körle... Jó, hát most már teljesen otthonos gyerekek, na? Hát gyönyörűen otthonos. Jó, akkor azt mondom, hogy másik fajta. Blockbench is jó lenne, anvil is jó lenne, szerintem ez nagyon kéne, 64 darab kőből. Igaz, ez szőrszék. Rokka! Azt hiszem ebbs kell, kéne egy rokkát csinálnunk, azt hiszem, hogy kell ahhoz, hogy ilyet csinálj, meg ugye fonalat csinálj, és akkor az is például már meg lenne.
De hova rakjam a rokkámat? Ide rakom a rokkámat, jó? Jó lesz itt. Oké, és akkor a rokkával tudok csinálni valamit? Hé, a rokka, mi van? Hát miért nem working a rokka? Hallod? Nem tudok rá nyomni semmit. Mi van ilyenkor? Hát? Ebből akarok izé, rokka-bokka. Hogyan? Nem működik ez a rokka, hallod? Tényleg, esküszöm. Hiába, semmi. What? Szú, jó, csináljuk tovább. Írjatok majd, mi a szar van ezzel. Viszont kellene craftolnom sticket. Nem tudom mennyit, mennyi max? 32. Jó, ezt le is craftolom sticknek. Csinálunk izét. Mi az? Tudod mit? Lightingot. Lightot, torchot. És van ilyen tartó is. Szerintem kellene belőle egy... Mennyi az? 6 darab? Oké. És akkor kellene torchből is 6 darab. Legyen ebből 7. Azért, mert akkor egyet magamnál tartok. Vágod, hogy mire gondolok. Oké. És akkor ezeket felrakom szépen. Kívülre nem rakom, mert egyébként ki is fog látszani szerintem szépen. Rakjuk ide belőle őket. Ezeket egyébként le lehet szedni? Mármint csak le tudom verni, vagy le is tudom szedni. Kíváncsi lennék egyébként. Jó, itt legyen itt is egyben. Hopp, ne fordulj el. Legyen itt középen egy. Meg akkor legyen ennél falnál kettő, nem? És akkor pont elég. Egy, kettő, három, négy, és akkor hat. És akkor ezen a falon legyen kettő, mert itt azért jó nagy ez a fal. És akkor ugye csináltunk torcsot. Ezt meg szépen belehelyezgetjük, tudod. Akkor nem kell idégetni. De hogy kell belerakni? Jobb gomba. Ugye nem van kigyulladeket, szóval falból van mole. Nagyon fölraktam őket. Ezek remélem nem égnek le, vagy nem tudom, hogy leégnek-e. Az a miért nem rakott bele, tesó? Hát ez bőven elég fény. És akkor tudok dolgozni üzékor is. Na, éjszaka is. El is fogyott, ugye? Tök jó. Oké. És nézd meg, mekkora fény van. Hát nem olyan marha nagy fény, de szerintem ez ki is fog szűrődni. Jó, menjünk, menjünk. Kellene fa. Kellene kő meg fa. Ugye először az ott van. Meg ilyen alapanyagok, amiket ugye itt úgy tudok szedni. Hát na, erre beszéltem, figyelj, így elveszted a izét. Így elveszted a házadat. Hallod, hol vagyunk? Ah, itt van. Na, jaj, nem egyszerű. Nem egyszerű megtalálni. Szóval kezdünk szomjasak lenni, ugye paradicsom meg minden van itt, úgyhogy azzal nem lesz gond. Van ott egy tehén, de szerintem követ kéne bányásznunk. Hűha. Na ilyenekre meg marhára kéne figyelni, mert itt ezt beesünk, az vége van a bulira. Úgyhogy kőbányászat mondjuk itt megkezdjük. Valószínűleg vannak hatékonyabb szerszámok is, majd mindjárt megnézzük a túloknál. Mennyi követ ad egy ilyen szétverés? 2 stone, ja, hát ez nem túl sokat. Meg ugye másfajta érceket is érdemes lenne. Ide megcsinálom a lejáratot valószínűleg akkor már, úgy ütöm ki. Egyébként 4 ütéssel lemegy, meg elég nagyot kivesz belőle, szóval lehet könnyen fúrni a falat. Meg gyorsan lehet ásni. Úgy csinálom meg, hogy itt le tudjunk menni ebbe a képbe. Legalább szerzünk követ. Ezek nem összeszedhetők egyébként, csak ilyen effekt, hogy oda lepotyognak. Ahogy lézem. Ez jó az én, jó az én játék gyerekek, komolyan. Csak le ne essek, mert akkor megvadulok. Na óvatosan, mert akkorát kiveszem. Ki tudok jönni? Ki? Ja. Jó, ki tud jönni, ki tud jönni. Hát itt nem fogok tudni kijönni, úgyhogy ezt itt távolabb. Nem ore? Nem éri el. Nem éri el, úgyhogy itt egy kicsit meg kell tágítanom a dolgokat. Nem tudok torcsot használni egyszerre kézben meg ezért, ugye? Tevén meg úgy lóbálja a farkát, mintha muszáj lenne. Ja, nem tudok torcsot használni egyszerre meg szerszámot, úgyhogy valószínű, hogy itt egy kicsit fönnakadások lesznek. Lehet, hogy aludnom kéne még mindenképp. Hát jó lett volna egy ágyat csinálnom, nem? Nagyobb lejtőt kell itt megfaragnom.
De legalább lesz idő bőven kül. Le akarok ide venni, körül akarok nézni át, hogyha valami érc van. Hát kő az bőven kell, majd csinálunk mindjárt egy kemencét. Itt le, hogy lássunk. Azt gondoltam. Az meg, ez nagyon mély az a cucc. El kéne mennem oldalra, azt ujjásni, vagy valami. Nem tudom, hogy omlásveszély mennyire van ebben a játékban. Fizika mennyire működik? Vagy itt is fönnmaradnak a levegőben a dolgok, vagy mint a Minecraftban, vagy azért van fizika? Gyerekek, itt azért sötét van. Na. Úgyhogy ide torcsos dolog kell majd. Aztán itt bányázgathatunk. Jó, mély ez a... Ezekben élőlények gondolom nem nagyon vannak, meg van külön dungeon, amiben vannak. Ugye ezek kévek. Aztán lehet, hogy van benne élőlény. Meg lehet, hogy éjszaka vannak az ez jó nagy ez a izé. Na most már szerintem le tudok jönni, meg fel is tudok menni. Oké, hát ide mindenképp kell egy fákja, mert megőrülünk. Körülnézünk egy kicsit, jó, hogy mekkora mély ez, meg mi van. Hú, elég parás. Azt a betyár, gyerekek. És víz van az alján, more. Hogy mi van ott az alján? Valami van ott. Nem merek lemenni nagyon, mert le fogunk esni. Ide is kellene valami. Ott van vagy valami nagyon mély az egész cucc. Vagy valami ott az alján van, de nem látok. Addig nem merek lejjebb menni, mert nem akarok leesni. Megnézzük a másik felé. Másik fele nincs. Na, ez a vége. És arra, pont szerintem a házunk alá megy kb-be. És ott van valami. Hát azt majd meg kell nézni, de szerintem lassan éjszaka lesz, vissza is megyek, aztán izélünk, ott benn fogunk kekecsi, nincs még éjszaka akkor. Nem tudod hány óra van, ugye órát is úgy kell kraftolni, azt a betyár. Hallod? Nagyon durva ez a sötét. Nem akarok, majd rakjunk le fákját, igazából kraftolhatnék ilyen izé fákját, ugye. Tudod ezt a tartót. Csináljunk belőle egy kettőt. Meg csinálunk torsból is egy kettőt, és akkor rakunk le. Ezt akkor hadd égjen itt, nem? Gyerekek, egyébként ez a játék, ez jó. Nem mondom nekem, én bírom ezt a játékot. Ez a játék, ez jó, csak most megint nem látod, hogy hol rakod a dolgokat, de jó van. De fiú... Ez valahogy ezt ki kell találni, hogy ezt hogy csinálod, mert... Lássál valamit először. Így. És akkor mondjuk ide rakjuk a fákját. Hallod, ez nem egyszerű. Nem látom, hogy hova rakom az. Mondjuk ide, így állok, és akkor oda fogom rakni. Aha. És akkor elvileg ebbe be tudnám patintani. Ugye? Úgy. Na már mindjárt megvan oldva, nézd, látod? És akkor már mindjárt tudsz dolgozni. Jóó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 
ide. Éjszaka van, gyerekek. Hát mondjuk azt éjszaka, hogy el tudok dolgozgatni, de ez tök jó. Tetszik. Izé, az nem kell aludnom, nem hiszem, nem? Mint itt okosan le kellene mennem, érdekelne a dolog, hogy mi van ott. Meglepően nagyot válj ki mindig a sziklából, aztán így meglepődsz, hogy jóisten. Ide is kellene ilyen torcsos dolog. Hogy lássál valamit. Ó, Sanyi. Ó, Sanyi, ez nem a... ez ne... ez nagyon mély lesz. Ezt miért akarok levedni oda? Gondolvantját, hogy most mit csinálsz ki, valamit csinálsz? Hát már érdekel a dolog azért. Apa. Mindig meglep, hogy mekkora rovat nagyot ki vág. Ezt is kicsapjuk. És akkor itt le tudok menni? Hallod, itt leesek, nekem végem van. Most el kéne menni járásba. Ugye leskubizunk. Látunk már valamit az olyan? Baze? Ez brutál, hallod? Ez valami nagyon durva mély. Viszont kövünk a... Jajjaj, szomjasok vagyunk. Álljál meg! Álljál meg! Azt hiszem, hogy van olyan... Nem írja, hogy mit ad? Nem nagyon írja, úgy látom. Itt ír, hogy
paradicsomoszt is találja. Jó, ez viszont adott ital. Gondoltam egyébként. Hát ugye a lédús gyümölcsök, azok valószínűleg meg zöldségek, azok piát is adnak, az úgy tök reális. Itt is ki kell ásni. Tök lemennék ide, kíváncsi vagyok, hogy milyen mély a nyúl ürege, ugye. Itt meg föl tudok majd jönni. Mindjárt dobunk még egy fákját. Lenézek. Hát itt lehet, hogy le is tudok menni. Fölfele lehet, hogy bajosabb lesz. Azt a rohadt élet, hallod? És itt már van érc, oda néz. Hallod, ez nagyon para hely. Baroméjen vagyunk, azt a betyár. Hallod, megtámad valami, összeszarom magam. Ez nagyon kemény, ez a kép. Úristen, még mélyebbre megy. Arra már nem tudom, hogy merjek-e. Hát itt megint ugye, ez ilyen nagyon meredek. Itt nem merek lemenni, mert ez nagyon meredek lesz. Itt meg föl tudunk kapatni, és itt is. Menj még lejjebb? Ajjaj. Jézus Isten, gyerek, tudjátok milyen mélyen lehetünk? Hallod? És itt. És még erre megy, hallod, el fogok tévedni, Dick. Gyerekek, sose jutunk ki innen, az biztos. Úristen, elágazik meg minden. Halljátok, nagyon... Ez nagyon brutál. Ott egy kijárat, figyeld. Figyeld, másik kijárat, beszarsz. De hallod, hogy fogok visszatalálni? Úristen. Jó, talán a fényt látom, nem tudom, merre jöttünk. Nem tudok kijönni, várjál. Ki kell ásnom. Basz, ez kemény, ez nagyon durva. És a csillagok baromi jól néznek ki. Meg kell hagyni, nem? Valahogy ki kéne jutnom. Gyerekek. Ez nagyon durva. Honnan jöttünk valahonnan? Azt a betyár, hallod? Talán megtalál. Bele ne essek valamibe. Gyűjtögessünk közben, ha már egyszer. Éjszaka itt, azért a vadonban. Hát esélyes, hogy van. Ugye be vannak kapcsolva, hogy enemig vannak. Hát nagyon nem szeretnék velük találkozni. Úristen, gyerekek! Úristen, hol vagyunk? Úristen, hol vagyunk? Jézus Mária! És azért ilyen para hang van. Ilyen para zene van, mi a szar van? Itt egy hegy. Hegy? A franc, ez egy domb. Nem találom, hol voltam, baze. De most már biztos találnék a... Jaj! Édes Istenem, hallod? Jó, menjünk haza, baze. Komolyan mondom, hogy örülök ennek. Tudod, hogy milyen jól néz ki a kis kecó. Még jó, hogy még jó, hogy lyukosak a falak, látom legalább máshol. Azért olyan mozgások, meg ilyen zörgések vannak, beszarok. Gyerekek! Komolyan mondom! Összeszartam magam. Jaj, mit, van a kezemben egy virág. Jaj, de jó. Jó van, oké. Viszont, a gyerekek annyi kövem lett, hogy ez őrület, meg annyi kaján, meg mindent összeszedtük. Szeplingből mit lehet csinálni? Itt nem tudom megnézni, mert mindig. Ez viszont ezt a rokkát, hogy miért nem working, ezt nem értem. Ez nem raktam egy rossz helyre, meg semmi, nem? Jó, izét kellene csinálni. Crafting Station, mindenképpen nem on build. Amit nem tudunk csinálni, ugye iron kell hozzá. Ezt viszont megcsináljuk, és le is pakoljuk. És akkor ebben valószínű megint egy csomó mindent lehet csinálni. Azt a betyár, ez a kicsi. Valóan elkezdi, ilyen kicsi a kemencét tudok csinálni, vagy mi ez? Ilyen, igen, kemence-szerű. Hát ez a kicsi neki. Jó, én hiszek. Ez nem tudom, attól félek, hogy kívül kerül. Van egy körül, tök jó, mert így körül tudod nézni, látod? Mégis mekkora.
kicsit fordítsunk rá. Ez baró jó, hogy így körbe tudod járni, így le tudod rakni, és már így a hologramját meg tudod nézni, hogy mennyire van a falta, nem épített bele, neve csúnya. Ez is viszont ez egy baró jó dolog szerintem. Na így kb. Ha? Nem is ló ki. És akkor ezt ugye bal gombbal tudod megcsinálni. Ó, mi az van? És F1-jel írja, hogy nézzem meg, mert akkor vannak nekem tippek dolgok. Nincsen benne üzemanyag. És ez hogy kell? Ide kell belepakolnom. Ez nem értem nagyon. Azt mondja, hogy nincs benne üzemanyag. De hogy rakok bele ebbe a fát? Ezt hogy gyújtom be? Azt lehet, hogy... Ó, jaj. Mi ez, baze? Ennyi? Ennyi az a segítség? Hát köszi. Nem tudom, hogy kell lesz, gyerekek. De hogy tudok berakni fát? Hát izé, meg kell fognom? Hát, hogy meg kell fognod, nem? Neked nincsen benne, nincs benne izé, nincs benne fuel. Nincs benne üzemanyag, az a fuel ugye, mármint éghető anyag, na. Ezt nem nagyon vágom, de hát jó van. Micsoda ideje kis csillag alakú a fény ennek a fákjának. Jó van gyerekek, hát eddig oké, okay, de várjátok, túlba nem tudok én kaszát csinálni, mert az például baromira jó lenne, mert ezeket a fülyéket lekaszálnám. Mit lehet? Lehet vasat kellene izelnünk szerintem, bányásznom. Van gerebje, hogy mire jó. Azt, hogy le tudod csimítani a izét. Fűjjed gondolom. Igen. Van sarló. Le tudod vágni a füvet. Van kassa, le tudod. Csak az a baj, mind a kettő az izé kell. Tök jó. Horászkés. Igen. Viszont ezt nem értem, hogy ezt a fonó akár alkalmatosságot, ezt még nem tudom használni. Ez ilyen... Ilyen van. Azt nincs. Még sincs. Jó. Ő! A csontot akartam széjje verni. Na, gyerekek, hány óra van? Mert egyébként ezzel kéne valamit csinálni. Szerintem meg kellene csinálni a maradék... Hú, kellene nekem papír is. Van ilyen papírnyomtatás, az hogy működik? Nézzük meg, le kéne az összes crafting station csinálni, én úgy gondolom. Van ez a papírnyomtató, a papírpresszer. Number iron plate. Hát, vas kellene gyereknek, az igazság. Ezt nem tudom, hogy ez olyan működik. Van ilyen szövőgépünk. Jó. Hát igen, vasat kellene bányásznom, az igazság, ugye? Az lenne. Mondjuk ilyen blokk, lumber 48 kell ez a blokk készítő, ez kéne fád vágni, hát olyan nagy baj nem lehet, ha tekint, ugye? Nyitva vagyunk az ajtót, figyeljetek, próbáljuk meg mindig egyfele menni. Nem tudunk tájékozódni csillagok alapján, vagy valami? Hát a hold az mozog valószínűleg. Vagyis nem a hold mozog, de a hold mozog. Hát itt tudjátok, mit fogok csinálni? Összefosni magam. Komolyan. Mindenféle túlzás nélkül. Kukorica ilyenek újra nőnek. Vágjunk egy kis fát. Meg kéne csinálni a blog benchet. Meg igazából vasot kellene bányásznom, szerintem ott lenne a frankó. Rohadt kevés itt a fa, lehet, hogy abból egy kicsit kevés lesz nekünk. Jajj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 
mennyire jó. Na, akkor ide kellene. Fuck yeah. Azt hiszem itt jött, itt mentem le, igen, itt mentem le. Jó, igazából azt hiszem, hogy itt volt vas. Hát az lehet, hogy hát az nagyon nagy oda. Nagyon nagy oda bánya. Ahol vasérc van, gondolom, hogy van több is. Aztán valamit kellene majd valamit. Ilyeneknek kiugrok, el tudom dönteni? Van fizikáját? Fának magának van, úgy látom. Alvásra abszolút nincs szükségünk? Mármint, hogy tudok akármennyit föl lenni ilyen, ugye? Nem kell itt nekem ide alcsizni.
Settlinget nem tudom hol van, ezt mindig így elveszik, főleg így. Ilyen rohadt sötét van. Ahol ide kell volna esnie. Vannak állatok. Ugye, ez nem az, ez nem a Settling. Ezt is ki kéne ütni. De ha megint nem tudom, merre van a kecóm. Lehet, hogy kéne valami nagy tornyot építeni, hogy észrevegyem. Hát meg ugye azért is akarok papírt például. Ott van egyébként, arra van a kecóm, ott világít. Jaj, de jó, van egy házam, azt meg, még nem is építkeztem. Nem kéne beleesni semmibe. A fények tök jó, tök kellemesek szerintem. Ezt kivágom ezt. Ezt addig megnyugszik a fa utána azt. Onnan nézze, hova megy. Hova mész? És szerintem már van bőven elég. A blokk workbench-re, vagy minek nevezik azt a cuccot. Három is Oké. Ennek egyébként örülnék, ha nem lenne fizikája ezeknek a rönköknek, legalább akkor nem gurulnának el, meg tudnám, hogy hol van, meg ez a rattentő, vagy függ, gyerekek költjön olyan egy koszát, hogy hát most megint elvesztettem szerintem egy rönköt, nem ennyi volt. Hát a fiú, hát nem lehet megtalálni. Szörnyű. Gyerekek, oda néző, milyen jól néz ki ezeket, szó, komolyabb mondom, figyeld. Tök tetszik. Ha van haza, more, ne viccelj. Jó. Ott meg tényleg vannak azokat, lehet, hogy le kéne ölni, vagy pedig be lehet fogni, nem tudom. Ez valamit, potátot, ó, krumplit szedtünk, barazza. Lehet, hogy kéne valami koszom majd, aztán itt lekoszálom körbe, hát ez a ház, ez... Hát ilyen, ez van nekünk gyerekek, nem kell idejönni, hagyzolni. Na nézzük akkor. Először is ugye research kell. Alapanyag. Lumber. Hát mennyi van? Max 13, 52 lesz belőle. Az azt hiszem, hogy elég is reki, nem? Logbench. Aha. 48 kell hozzá. Ez jó sokat megevett. Nem biztos jó dolog. Blokkot lehet belőle csinálni, viccelj, hát ez csak jó lehet. Oké, hol rakjuk? Ide még befér? Befér, nem? Több fölösleges ilyen több helyet. Hogy elfoglaljon. Ennyi. És akkor itt lehet blokkokat, ugye? Ennyi. Ó, de jó, figyeld. Igen, és piramidot, amilyet akarsz, figyeld. De jó, lépcső. Fú, itt mindent is lehet. Ez mi? Ez, hogy ne faragjon. Oké. Stone, sandstone, rock kell hozzá, szóval tök jó. Valamelyikhez dirt kell, vagy dirt, nem dirt. Stone, és tudsz aszfaltot, és csak stone kell hozzá, tök jó. De ez jó, ez tetszik gyerekek. Ez dirt kell, gondolom van fa is valahol. Stone kell például betonhoz, tudsz egyből beton csinálni, különböző textúrájút. És ez tök jó. Stone kell, márvány, metalhoz gondoltam iron kell, tudsz még ilyet is. Azt nézem, hogy hol van fa. Ja, itt van a wood blokkok, és ahhoz wood kell. Tök jó, tök állat. Különböző stílusba. Wood planks. Amit akartam még itt nézni, egyébként kell fel a nap. Research, ugyanaz. Igen, map kellene, azt tudnánk ide csinálni. Térképet, ha lenne egy papírom. A blueprint, ugye ez meg... Ez valamilyen, azt írja, valamilyen konstrukció, információ, egy egyszerű... Ez egy tervrajz, valamihez. Na meg lehet még így is nézni, de jó, dupla kikkel, jó van. Poster, papír kell, ez nem érdekel, vannak jó dolgok nagyon. Hát ja, a crafting stationből ugye olyanok megvannak, amihez van alapanyagunk, a többihez nincs alapanyagunk.
Érdekes, ez miért nem működik, Tore? More? Ez miért nem működik? Őrlő dolog, hajához gondol. Ez meg rengeteg dolog kell. Iron plate, hát az ironra kell rámenni, gyerekek. Ironra kell rámenni, de ide mi, a, mi kell? Ide mi kell? Tűzifa? Mi az? Az mi? Fire akármicsoda? Lightnál mi van? Semmi. Ez mi? Ja, ez nem kell. Bóc nem kell. Ja, hát akkor izé van, gyerekek. Ah, nem tudom, hogy ez mivel működik, lehet, hogy szén, de hát hogyan rakom bele aztán a gyerekek? Arra van, aki mondja meg a választ, hogy ezzel mit tudok csinálni. Lehet, hogy a kezemben van mondjuk fa, és akkor mindjárt várjál, és akkor jobb gomb. Próbálok rájönni, hát. Nincs, mondom jobb gombbal, de lehet, hogy szén kell hozzá. Egyébként élem ezt a játékot, és köszönöm. Jó, hogyha a fákják nem alszanak ki, az meg tök jó. Itt láttam ebbe a bány, azért nem a bánya. Iha! Azt a betyár úr is tereteket. Erre nem számítottam. Mindenre számítottam, erre nem. Hoppá. Nem kéne ki öngyilkosnak lenni, ugye? Teszem krumpli, már megismerem a levelírő krumplit. Jó. És itt a bánya, és itt láttam én valami ércet mellett, nem? Nem aludtak ki, ugye a fákjáig? Nem, hogy vannak? Na, nem láttunk valahol ércet? Valahol, mintha láttam volna ércet. Az mi? Jó, igazából kitalálok ebből, úgyhogy nem nagy gond. Érc. Á, itt az érc. Ezt kibányásszuk, gyerekek. Jó, ide sötét van itt, pore. Pont itt sötét van. Úgyhogy, megint kraftolhatok, várjál már idejében, izét. Lightingot. Light. Ezt kell. Ebből csinálunk kettőt, ebből megcsinálunk hármat. Nagyon jó. És akkor mondjuk oda fölé, jó? Így valahogy. Nem jó, valahogy nem jó. Nem jó, helyen látunk. Akkor hova rakjalak, gyerek? Ide tudlak rakni? Aha. Ja, tudom rakni, csak nem így itt, jó van. Oké. Belerakjuk ezt. És akkor már bányázhatunk is. No, tiszta Minecraft beütés egyébként. Lett. Na nézz. Hú, baza. Mi az a visszhang? Te most nehogy már ez egy stone. Egy stone. Mi stone? Hallod? Nem szedte ki. Ez pedig olyan ércnek néz ki. Kéne ennem egyet, mert mindjárt ilyen veszünk, vagy szomja veszünk. Ez érdekes nekem, ez nekem nagyon furcsa. Még a hangja is más. Cooper, ez réz, baze. Ez réz. Hát ez a találtuk, Mori. Kibányasszuk az összesen ezek. Ennyi volt szerintem, nincs több. Érdekes dolgok vannak itt. Ja, rezet találtunk. Akkor most az van, hogy máshogy néz ki. Ilyesém, ebben a manyában nem megyek be még. Kivegyünk belőle, mert megint elkeveredünk. Oh, ott is van, figyeld. Ott is van. Figyelni kell ezekre a dolgokra, mert nem vesz rész. Iron! Halleluja. Érdekes, nem ugyanúgy volt, mint az előbb. Ugye ránézek még egyszer. Oké, itt van még. Egyes. Négyes. Egyes és négyes gomb között kell váltogatni. Nem akarok még több fákját elpazarolni ide. Aha, ez jó, az iron. Csak arra kell rájönni, hogy hogyan fogom ezt megolvasztani. Azt még nem tudom. Érdekes, ez csak sima stone volt. Hál' Isten ellenféle, még nem találkoztunk. Valószínűleg fegyverkeznünk is kell majd.
Jó, itt van még, itt alattam egy kicsi. Nagyon örülnék neki, hogy lenne térképen. Ha térképen lenne, akkor azért az elképzelhető, hogy azon mutatja az izéket is, az ilyen épületeket, hogyha a közelébe vagy. És annak lehet, hogy örülnék. Az még. Nem, ez már csak stone volt, gyerekek. Jó, mennyi stone szedtünk? Szedtünk ám azért párat. 9 darab stone szedtünk, ugye ez a stone? Ja nem, iron. Stone az van bőven, van copper, ez a rész, meg van az iron ore. Lehet, hogy még van egyébként, de most menjünk föl. Azt nézzük meg, a tüzelő anyagát nem tudom, hogy ennek hogy működik sajnos. Arra rá kéne venni, ez szénnel kell, hogy hogy kell belerakni? Ez nem tudom. Az mi? Az egy tök! Ott volt egy tök, gyerekek, nem hiszed el! Van tökünk! Van egy nagy tökünk! Ez meg itt van fönn, ugye? A virágos rét. Arról megismerjük, hogy itt van valahol a házom. Hol van a házom? Fölmegyek, hogy... Na megint kezdődik. Ah, ott van. Hallod? Térkép kell, mert meg fogunk bolondulni. Térkép, óra, iránytű. Ezek kellenek. És azt hiszem egyébként úgy van megcsinálva, hogy magán a térképen nem is látod magad, vagy valami ilyesmi. Meg az iránytű az meg ugye arra jó. Mondjuk az iránytű az mi, az mi kell hozzá. Úgyhogy még körülfutok gyorsan itt a házam körül, hogy miket lehet találni, de itt úgy látom, hogy tele vagyunk ilyen kévekkel. Jó, ez jó dolog. Ez jó dolog. Körülnézek, hogy mi van még itt. Hát itt ilyen nagyon-nagyon füves izeink vannak. Arra van szavanna, azt látom. Ez valaki írta egyébként, hogy szavannával vigyázz, mert ott ilyen veszélyesebb állatok fellelhetőek, tigris, meg ilyen, nem is tudom mit írt még a srác. Itt is egy kév. Kévek azok vannak bőven. Az nagyon jó arra, hogy beleessél. Ja, egy picit itt körülnéztem, ott azon a hegyen lakunk. Nehogy elfelejtsük morre, mert baj lesz, gyerekek. Hoppá, ne! Jaj, ne! Ne, nem mondod, hogy egy tigris, morre! Nem mondod, hogy egy tigris! Ne, 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 tigris! Tigris! Üldöd egy tigris! Jaj, Istenem, egy tigris üldöz! Ne! Menjünk haza! Talán nem tud bejönni! Jajjaj! Jajjajjajjaj, az meg mi volt? Szőlő, bazza? Hol van a házam? Jaj! Nem tudom, meddig üldöznek a vadállatok, de egy tigris üldöz, azt tudom. Belejöjjön, bazza, gyorsan fussunk be. Jaj! Ott van Morek, inne! Nem mondod! Nem megy? Ez megy el, ugye? Jaj! Itt van-e? Itt van-e? Amit akar? Ez nem fog elvenni, gyerekek. Van egy olyan érzésem. Nem a! Itt egy patkány! Arra a téletben egy volt egy patkán. Itt lehet vele csinálni. Meg tudom nézni az inventoriát, gyerekek, vagy el tudom hajdolni a badiát. El tudom tűnni. Nem volt nála semmi, bassza, nem volt nála arany. Jó, oké, jó. Jó, hát ez a tigris, ez nem tudom, hogy ez mi lesz. Hogyha talán mentünk egyet, és itt ne is fú el. Mit tudok ezzel csinálni? Nem tudok, föl kéne menni a tetőre, azt onnan íjászkodni, vagy nem tudom. Írjatok, segítsetek gyerekek, aki játszik vele, hogy ez például rokkát miért nem tudom használni, vagy mit kell itt csinálnom. Arról a tigris-pigris-e. Itt a lólákodik körbe, figyelj, itt van, orba velem. Gyere ide, tigris-pigris. Nem úgy élem ezt a játékot. Nem mindig az lényeg, hogy ilyen high-tech izé, grafika legyen meg minden. Hallottam, mit kell? Ki kellene mennem ennek? Azt izé, bezárnom. Hát ezzel nem lesz egyszerű, na. De jó, komolyan mondom. Még jó, hogy volt ez a ház. Hát itt haldék meg is, tehát nem? Füvet nem lehet leütni? Na mi? Ilyen. Le kell kaszálni, vagy le kell itt újra izélni. Hát de jó, itt ki tudnék ugrani? Itt lehet, hogy ki tudnék ugrani. Létrát csinálok, ki tudok mászni. Gyere ide!
Jó, oké, na megyek, gyerekek. Szevasztok, sziasztok!